mutatjuk meg, hogy azt nézzük meg, hogy hogy lehet csoportosítani a dolgokat. Hogy ez mit is jelent? Itt van négy kép, és ott van négy szó angolul, amelyek a képekhez kapcsolódnak. Tegyük fel, hogy megismerjük a diákok, hogy a kutyus ide való, a könyv ide való, kismadár ide, ez pedig a toll. És ezek után szeretnénk mondjuk a könyvet eltenni, de a gond az, hogy a könyvet eltesszük, de akkor még az írás itt marad. Ezt úgy lehet megoldani, hogy kijelöljük mind a kettőt, így fog kinézni, akárhova rákattintunk, kiválasztjuk a csoportosítás menüpontot, és a csoportosításra kattintunk. Ezen azt értjük el, hogy az írás, illetve a kép, ezek után együtt fog mozogni, és együtt tudjuk őket kicsinyíteni, nagyítani, letenni, feltenni. Ugyanígy megtehetjük ezt a kutyussal is. Mutatom még egyszer, tehát kijelölöm, úgyhogy mind a kettőnek a kerete lássék, csoportosítás és csoportosítás. Megtanulták a gyereket, lekicsinyítem, odébb teszem. Ha legközelebb szeretnénk használni, nem kell más tennünk, mint rákattintunk, csoportosítás és csoport felbontása pontot választjuk ki, így a kutyus és a felirat ismét önállóan tud mozogni.